Ezen az útszakaszon is elkezdődhet egy újabb kerékpárút építés napkoron uniós támogatással. A település a terület és településfejlesztési operatív programban 350 millió forintot nyert kerékpárutak építésére. Itt napkoron 41-es számú főút mentén is egy 3 kilométeres szakasz megépülhet, illetve Nagykáló irányába is tudunk egy több mint 1,5 kilométeres szakaszt kiépíteni. Ez ugye Nagykáló irányába akkor majdnem teljes egészében kiépítetté válik, illetve itt a 41-es főút mentén pedig nagyon örülünk neki, mert napkoron ugye két lehajtó van a 41-esről, az Orosi úti és a Sényi úti lehajtó, és ez össze lesz kötve. Továbbá még van egy nagyon jelentős ipartelepünk, és ezt a részt is be tudjuk kapcsolni így kerékpárúttal. Megoldódhat a belvíz probléma a településen, ha kiépül a teljes csapadékvízelvezető hálózat. Napkor önkormányzata pályázott erre a célra. 7 kilométer hosszan a belvízes területeken zárt rendszerben és burkolt árkokban víztározókkal épül ki a csapadékvízelvezetési hálózat. A beruházás már túl van az előkészítő szakaszon, 2018-ban kezdődhet el a kivitelezés. 150 millió forintot fordítanak csapadékvíz elvezetésre. A top források lehetővé tesznek további energetikai beruházásokat is, itt az idősek otthonának épületén napkollektorokat fognak elhelyezni. Energetikai pályázatot nyújtottunk be, és ennek keretében a polgármesteri hivatal, illetve az idősek otthona épületét napkollektorral, napelemmel el tudjuk látni, illetve az idősek otthona épületénél még fűtéskorszerűsítést is meg tudunk belőle csinálni. Ez a terület ismerős lehet azoknak, akik szívesen látogatnak el a napkori lovas versenyekre. A Kígyós Szabadidőpark a település egyik legértékesebb zöldövezete, ligetes fás és egy kis horgásztó is található itt. A település a második körös fejlesztési forrásokból szeretné, ha támogatást nyerne rá, rendezetté és turisztikailag is látogathatóvá tennék a szabadidőparkot. Erre pályázik az önkormányzat.